Villamos síneket cserél a DKV, forgalomkorlátozások lesznek a piac utcán. Pincér autószerelő fodrász. Különleges nyári tábor segít a pályaválasztásban. Most forróság, majd lehűlés. Péntektől 10 fokkal lesz hűvösebb Debrecenben. Jó estét kívánok, ez a Debrecen Televízió híradója, a Napszemle. Június 19-e kedd van. Nézzük a mai legfontosabb híreket. Három megyei jogú város polgármesterei tárgyaltak kedden az együttműködési lehetőségekről az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Elsősorban a nagyvárosi közlekedés kérdéseire keresik a választ a települések és a minisztérium vezetői. Mindenről sajtótájékoztatón számoltak be ma délután Budapesten. Az országban először a DKV ZRT teremtette meg az elektronikus bérlet használatának lehetőségeit. Ma már e-személyi vagy új típusú diákigazolványára bárki feltöltheti a tömegközlekedéshez szükséges jegyét vagy bérletét. Az ehhez hasonló megoldásokról is tárgyaltak ma a Megyei Jogú Városok Szövetségének képviselői az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Beszéltünk a Smart City, Smart Városok megoldásairól, hogy melyek azok az ügyek, ahol a minisztérium támogatást tud nyújtani azokhoz a városi kezdeményezésekhez, amik nagyon jól indultak. Ide tartozik például a közlekedés szervezése. Az újonnan létrehozott tárca stratégiai céljai közé tartozik a közösségi közlekedés fejlesztése. Emellett egyeztetéseket folytattak a légi közlekedésről is. Ezen a területen Debrecen az élen jár. A város repülőtér fejlesztése is szóba került, további lépés lehetősége, hiszen a legdinamikusabban bővülő regionális repülőtere az országnak és a régiónak a debreceni repülőtér. Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke elmondta, hogy a közlekedés mellett energetikai és hulladékgazdálkodási kérdésekben is kérték a minisztérium véleményét, segítségét. Tájékoztattuk miniszter urat arra, hogy a megyei jogú városokban 2 esztendőn belül a közintézményeink jelentős részére napelemek kerülnek. Olyan energiahatékonysági beruházásokat hajtunk végre, amelyek megkönnyítik a mi életünket. Magyarország 23 megyei jogú városában jelenleg több mint 2 millió ember él. Felújítják a villamos síneket két piac utcai kereszteződésben. E hétvégétől egészen július közepéig a Szent Anna Miklós, valamint a Széchenyi Kossuth utcák kereszteződésében lesz forgalomkorlátozás. A pályafelújítás ideje alatt több szakaszon is villamos pótlóbuszok közlekednek majd. Utoljára 2002-ben cserélték a sineket a piac Kossuth-Széchenyi utcák kereszteződésében. A DKV ZRT régóta tervezte a felújítást ebben a csomópontban, és az egyes villamos vonalának más szakaszain is. Ezért június 22-től július 15-éig egyáltalán nem közlekedik ez a járat. Ezen a szakaszon villamos pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A Péterfia utcán, a Simbonyi úton és a Nagyerdei körúton is végzünk sincserés felújításokat ebben egy időben. Tehát ha már egyszer villamospótlózunk és lezárjuk az egyes villamosnak a közlekedését, akkor minden rekonstrukciós munkát ebben a 3 hétben szeretnénk elvégezni. A Piac utca egy másik szakaszán is kicserélik a síneket. A nyomvonal ugyanis gyorsabban kopik a Miklós és a Szent Anna utcák kereszteződésében az egyirányosítás óta. Ennek oka, hogy az áthaladó járművek csak egy oldalról gyakorolnak nyomást a sínekre. Ezekben a csomópontokban az autósok is csak korlátozásokkal közlekedhetnek a következő 3 hétben. Az átépítési munkálatok miatt egy sávra fog szűkülni a közlekedés. Hát itt azért mindenképpen annak ellenére, hogy tanszünet van, azért torlódások várhatóak. Valamint itt azért a vágányzónában meg fog jelenni villamospótló autóbusz, amely ugye a nagyállomás és a Kálvin tér között fog közlekedni. A kettes villamos tehát a Kálvin tér és a Doberdó utca között mindkét irányban a megszokott módon fog járni. A két nagy kereszteződés felújítása 80 millió forintba kerül, a kisebb munkákkal együtt a DKV ZRT összesen 132 millió forintot költ saját forrásból a pálya rekonstrukcióra. Idén is lesz a nyári vakáció idején ebédosztás a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Debrecenben és környékén összesen 10 helyszínen várják majd 3 fogásos ebéddel a rászorulókat. A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat 20 millió forinttal támogatja.
Tavaly nyáron csaknem 600 debreceni család kapott ingyen ebédet a nyári szünetben. Az önkormányzat idén is segít a rászorulókon. A háromfogásos térítésmentes meleg ebédet azok kapják, akik jogosultak rá és jelezték igényüket az önkormányzat felé. Az ételosztás július 2-án hétfőn kezdődik. A Fazekas Mihály általános iskola az egyik helyszín a 10 közül, ahol ebédet osztanak majd a rászoruló családoknak. Minden nap háromfogásos ebédet kapnak, az önkormányzat 20 millió forintos támogatásának köszönhetően. Az önkormányzat szociális osztálya igényfelmérő adatlapokat küldött ki, ezek alapján pedig 510 család, azaz a hátrányos helyzetűek fele jelezte, hogy kéri a térítésmentes ebédet. A nyári időszakban többnyire gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére biztosítanak étkezést. A jogosultak körét most bővíti az önkormányzat. A szünidei gyermek étkeztetés célja az, hogy minél több gyerek vegye igénybe, és ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy nem csak a hátrányos és halmozott hátrányos helyzetű gyerekeknek biztosítja, hanem azoknak is, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Debrecenben a szünidei ebédosztás augusztus 31-ig tart. Gyerekeknek szervezett úgynevezett pályaorientációs tábort a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ma a pincér, a szakács és a cukrász munkáját ismerhették meg test közelből. A 6. és 7. osztályos diákok naponta más-más szakmát tanulmányozhatnak. A Teszteld a pályád program célja, hogy segítsék a fiatalokat a pályaválasztásban. Hogy lehet elkészíteni egy szép terítéket? Mi a feladata egy pincérnek? Többek között ezt is megtudták ma azok a gyerekek, akik részt vettek a megyei kereskedelmi és iparkamara pályaorientációs nyári táborában. A gyerekeknek tetszett, hogy ők maguk is kipróbálhatták az asztalterítését. Így talán sokkal jobban tudunk választani. Tehát ki tudjuk próbálni, és így meg is tapasztalhatjuk, hogy milyen ezt valóságban csinálni. A cégek munkáltatók számára is fontos, hogy a fiatalok megismerjék az egyes szakmákat. Az elmúlt években a szállodaipar is jó néhány munkakörben küzd komoly szakember hiánnyal. Mi minden lehetőséget megragadunk, hogy a szakmai utánpótlásban is közreműködjünk. Például ez a pályaorientációs tábor is kiváló alkalom arra, hogy megszerettessük a felnövekvő nemzedékkel ezt a szakmát, hiszen nagyon szép, érdekes, emberekkel foglalkozunk, alkotó munkát végzünk. A Teszteld a pályád idei programja 5 szakmacsoportra fókuszál. Ezek az energiaszolgáltatás, a vendéglátás, az elektronika, a gyártóüzemek és a könnyűipar. A táborozók játékos formában szakemberek segítségével tudják meg, melyik szakma áll legközelebb a képességeikhez. Nagyon nehéz eldönteni 7.-8. osztályban, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és ebben szeretnénk mi segíteni nekik oly módon is, hogy megismerjék saját magukat, megismerjék a saját tulajdonságaikat, képességeiket, hiszen más álmodozni egy adott szakmáról, és más azt gyakorolni. Szerdán az autószerelők, csütörtökön az asztalosok, pénteken pedig a fodrászok világába kalandoznak majd el a gyerekek. 32 millió forint értékű adózatlan dohányárut foglaltak le a debreceni pénzügyőrök Berettyóújfaluban. Az ügyben költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei a rendőrökkel, valamint a NAV regionális bűnügyi igazgatóságának munkatársaival közösen csaptak le. Egy berettyóújfalui garázs, illetve két gépjármű átkutatása után összesen több mint 25 ezer doboz cigaretta került elő. A csempészet cigi piaci értéke 32 millió forint. A dohányárut, az autót és a kis teherautót lefoglalták. Az ügyben költségvetési csalás miatt indult eljárás. Megkezdődtek a nagyváradi Szent László napok. A 6. alkalommal megrendezett egyhetes rendezvénysorozat ma már a térség magyarságának egyik legnagyobb nyári kulturális fesztiváljává nőtte ki magát. A szervezők ezúttal is több tízezer látogatót várnak a színes változatos programokra. Megtelt a nagyváradi Szigligeti Színház a Szent László napok hétfő esti nyitó rendezvényére. A Lovak királyról elnevezett egyesület egyhetes rendezvénysorozatot szervezett a térség magyarságának, ami az egyik legnagyobb nyári kulturális fesztivállá nőtte ki magát. A programokra évről évre egyre többen érkeznek a történelmi Bihar vármegye határon inneni és túli településeiről. Látjuk a csillogó szemeket, látjuk a boldog gyermekarcokat, és ez feltölt. Feltölt, mert ezt annak a közösségnek adjuk, amelyen élünk, amely éltet bennünket, és amely remélem, hogy virágzásnak fog indulni. A fesztivál megnyitóján a Magyar Állami Népi Együttes többek között nagy dobronyi és bökönyi táncokat adott elő. Ez
Ezúttal azonban jöttek a hajdúsági megyeszékhelyről. A Szent László napok nyitó rendezvényén Komolai Szabolcs is részt vett. Az alpolgármester köszöntőjében kiemelte a Debrecen és Nagyvárad közötti együttműködést, ami egyre szorosabbá fűzi a két város kapcsolatát. Debrecen több mint negyed százada ápol testvérvárosi kapcsolatot Nagyváraddal, melynek meghatározó pillére a két város közötti kulturális együttműködés. Történelmi távlatból a két város kulturális és művészeti kapcsolata több évszázadot felölel, erős az a hagyomány, amely összeköt bennünket egymással. A vasárnapig tartó több mint 100 rendezvényt magába foglaló Szent László napokra ezúttal is több tízezer látogatót várnak. A rendezvény fő helyszíne ezúttal is a felújított Nagyváradi vár lesz, ahol a város alapító Szent Királyt is eltemették. Sapka, fényvédőkrém és árnyék. A legtöbb strandoló így védekezik Debrecenben az UVB sugárzás ellen. Ma különösen magasak voltak az értékek. Helyenként elérte a 7,5-es erősségi szintet. Csütörtöktől azonban markáns változás jön. A meteorológusok szerint egy hideg front éri el hazánkat, ezért körülbelül 10 fokkal csökken majd a hőmérséklet. 31 fokot mutatott ma a hőmérő Debrecenben. A szikrázó napsütésnek azonban lehetnek kellemetlen mellékhatásai is. A strandon sokan napfürdőztek, pedig ma igen magas, 7,5-es erősségű volt az UVB sugárzás. Sok folyadék, sapka, ez mindig bejött. Az általunk megkérdezett szülők különös figyelmet fordítanak arra, hogy a gyerekeket megvédjék a káros sugaraktól. Nagyon tartunk tőle, tehát védekezünk sapkával, krém, napozókrémmel, árnyékba és lehűtött vízzel. A bőrgyógyász azt tanácsolja, hogy legyünk felkészültek és elővigyázatosak. Fontos, hogy mindig megfelelő faktorszámú fényvédőkrémet használjunk. A faktorszámok azt jelentik, hogy milyen hosszú ideig véd a naptól, mennyi ideig tudja kiküszöbölni az UV-sugárzás káros hatásait. Ugye azt szoktuk mondani, hogy 20 faktor alatt nincs igazándiból fényvédő hatása egy fényvédőkrémnek, tehát hiába van ráírva, hogy 6 faktoros vagy 15, az gyakorlatilag bőrgyógyászok számára nem jelent fényvédő hatást. Nagyon erős sugárzás esetén 10-15-20 perc alatt leéghet az ember bőre. Az UV-sugárzást egy 10 fokú skálán mérik. Minél magasabb a szám, annál veszélyesebb a sugárzás mértéke. Pillanatilag látható, hogy az ország területén nincsen csapadék. Ez azonban nem sokáig marad így. Csütörtök délutántól ugyanis jelentősen megváltozik az időjárás. Hétvégére egy markáns hidegfront ér el hazánkat nyugat felől. Ez a keleti országra is érezhető lesz, a maximális hőmérséklet, akár 10 fokkal is hidegebb lehet, vagyis hát hűvösebb, nem hidegebb, hűvösebb lehet a mostanitól. Az előrejelzések alapján a júniusi lehűlés valószínűleg a jövő hét elejéig tart. Hírműsorunkat látták, friss információkkal, hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!